Na, halli mindenki, akkor itt is lennénk ezzel a nagyon epic Bunny Hop tutorial videóval. Amiben tulajdonképpen semmi speciális nem fogok nektek tudni mutatni, mert semmi titka nincsen az egésznek. Nagyon sokan kértétek majd csinálják már egy ilyen videót, már hát körülbelül már mióta így videókat teszek föl, arról, hogy Bunny Hopolgatok meg ilyenek. Szóval hát itt van, most megpróbálok egy-két tippet adni, hogy hogyan érdemes neki kezdeni. Először is azt le akarnám szögezni, hogy Cségóban nem tudsz folyamatosan minden egyes Bunny Hopot eltalálni. Tehát nem úgy működik, mint Source-ban, vagy mondjuk Half-Life-ban, vagy bármelyik normális játékban. Itt a mozgás, mondjuk random. Tehát az, hogy eltalálod-e tökéletesen az ugrász, az is random. Az, hogy lelassulsz-e, vagy felgyorsulsz-e, az is random. Minden. Igazából olyan nagy értelme már Cségóban Bunny Hopolásnak nincsen, mert nem tudsz folyamatosan teljesen 100%-ra garantálni, hogy te azt meg fogod ugorni. De azért lehet gyakorolni, hogy egy picit úgymond segítsed. Én azt mondom, hogy Cségóban a Bunny Hopolásnak a lényeg az időzítés. Tehát az, hogy tényleg mindig általáld a tökéletes tikket, hogy jókor ugorjál. Ugye én egérgörgővel ugrok, általában egérgörgetés lefelével, de a fölfelé is be van bindelve nekem ugrásra. Ugye, hogy kezd el? Hát, na most a másik nyűg ezzel a játékkal, hogy nincsenek sima felületek. Tehát, hogyha megnézitek ezt, onnan tudhatjátok, hogy egy felület teljesen sima, hogy például itt vannak, tehát többfajta falak vannak. Na, beszéljünk egy kicsit akkor a játékról, ugye. Tehát van itt ez a fajta textúra, majd ez a fajta textúra. Ez egy displacement, úgymond egybe van blendelve két textúra. Most az ilyen blendelt részeken biztos, hogy nem simán tiszta a felület. Na most short, ez közül a szoszó kivételnek mondanám, nem teljesen, mert így is látszik, hogy nem teljesen sima, de aránylag sima. Vannak ennél sokkal rosszabb helyek, mondjuk long az borzalmas, azt tudom. Itt egész jó, itt szoktam még ugye a VP-vel nagyon sokszor jövök, és akkor jaló, és akkor puff. Tehát, hogy kell keresni olyan pályát, ahol vannak jó sima felületek, de ez kettő nem ilyen. Sőt, egyik új mapon sem nagyon fogsz találni. Ugye az alaptechnika az abból áll, hogy bekapcsolom nektek CL Showforce, itt bal oldalt látjátok, ha minden igaz. Annyiból az egész, hogy ugye mész előre 250 egységgel. Ez szerintem egyértelmű. Alapfutási sebesség 250, ugye késsel mondom. Na most, amit nektek kell csinálni, miközben futtok előre, és ezt aki megérti, hogy egyszerre csinálja, az már kapásból előrébb van, mint a gézi. Tehát, hogy ez, meg ez, meg ezek nem Bunny Hopolás. Tehát az, hogy az egeret mozgatod, az nem csinál semmit. Úgy kell mozognod, hogy az egeret mozgatod. Tehát, hogyha balra mozgatod az egeret, akkor az átnyomod, ha jobbra a D-t. Megjegyzem, nem szabad nyomni a dupla V-t. Ha nyomod a dupla V-t, akkor sideways mész. Tehát az a oldal, az a Bunny Hopolás, az így. De inkább source-ba ajánlom. Csináljátok az sima izét. Tehát ilyenkor, mikor így Bunny Hopolok, az átnyomogatom, A, D, A, D, illetve ezt csinálom. Tehát balra, jobbra, A, D, A, D, A, D. És tényleg amikor elkezded mozgatni balra az egeret, akkor nyomod meg az át, így fordítva, így. És akkor még egy jó tipp, hogyha esetleg akartok sok sebességet szerezni hirtelen, tehát el akartok kezdeni egy jó Bunny Hopot, ajánlom a rámpákat, tehát az ilyen rámpákat, mert hogy ezek néha adnak egy jó kis löketet, mint például itt is, és akkor ezt általában, hogyha jól időzíted az ugrásaidat, meg tudod tartani 3-4 ugráson keresztül, de úgy nagyon nem. Ugye itt vannak például ezek a oké. Tehát itt vannak ezek a lépcsők, hogyha ezen felfutsz, akkor tehát ránézett ez a lépcső pattogni kéne, ugye nem pattogsz rajta, mert ki van smootholva, ugye itt van egy ilyen úgymond clipbrush, és ezeken a sima clipbrushokon is ugyanúgy lehet lefele bányokni, tehát ugyanígy tudsz itt is sokszor sebességet szerezni, nem annyira mindig, de például ugye 250 az alap, most nem sikerült, tehát ez ugye random, 215, ezt mondom, nem mindig fogsz kapni sebességet, teljesen random, szóval nem is tudom garantálni, hogy mindig működni fog, de most például mentem 400-zal, tehát pár ugrásból. Tulajdonképpen ennyi, amiről szó lenne, tényleg ugrás, én görgőről járom, régebben tudtam Space-es Bunny Hopolni, már most azzal nem foglalkozok. Olyasmivel, val, nem tudom, sajt. Igen, tehát használjátok rámpákat, kurosokat tudnak segíteni, időzítésre menjetek rá, tehát pontosan, ugye ezért random az ugrás, mert hogy nem tudod pontosan mikor fogsz leérkezni a talajra, mivel hogy nem sima a talaj, tehát hogy megvan az embernek a fejében az a tikkelés, amikor ugornia kell, tehát bum, 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 bum.
De hogyha esetleg változik közben a terrén, és mondjuk nem olyan magasan vagy, akkor már kapásból sokkal nehezebb, mert mondjuk hamarabb kell görgetned, vagy később, és ugye az kapásból elbassza az időzítésed, ez tök egyértelmű. De hogyha gyakorolsz eleget, akkor fel tudsz bunny akár egy kibaszott rámpár is, szóval. Ez tényleg csak gyakorlás kérdése, szóval. Gyakorold nagyon sokat, menjél offline-ba, esetleg commandokat tudok ajánlani, hogy könnyíteni a legelén. Ugye MM-be hát nem nagyon ajánlom a bunny-hoppolgatást, inkább csak funból, hogyha vagytok. De egyébként az olyasmi commandok, hogy SV, stamina maximum, SV és stamina maximum beállítod nullára, akkor nem lassulsz le annyira. SV Air Accelerated beírhatod 1000, ugye ez az offline konfig, amit most könnyű bunny-hoppolni, de MM-szerben ugye ez nincsen. Videók csak MM-ből vannak, szóval. Igen, egyébként egy olyan banyópos fregért lehet, hogy le kell játszanom 3-4 meccset is. Le kellett játszom, mert már most nagyon nem játszok ezzel a játékkal, csak úgy gondoltam bele, hogy amíg emlékszem rá, hogy én hogy sem a banyópolás, addig úgy gondoltam, hogy csak fölveszem veletek videóra, hogy ha esetleg el is tűnök, azért ez így fönt legyen, hogy csak nem voltam ekkora személy 2018-ban, csak nem csináltam meg ezt a rohadt videót. Úgyhogy a gyakorlás, gyakorlás, menjetek offline bunny hop szerverekre. Először kezdhetek autó bunny hoppal, sőt command is van rá, azt hiszem, SV auto jump, vagy SV auto bunny hopping. SV enable bunny hopping van? Jó, ja, igen, és SV enable bunny hopping, hogyha offline-ban vagytok életőben, mert akkor nem lesz speed cap. Azt hiszem az SV auto bunny hopping az olyan, hogy elindult, és akkor az neked automatice ugrik. Tehát, hogy tökéletesen ugrik minden, és akkor így tudsz menni, mint a rakéta konkrétan. Ugye ezt csak offline-ba tudod megcsinálni, mert hogy MM-be, ugye ez cheat kell, tehát SV cheat egy konzolba, és ez csak úgy működik, de ez jó, mert ez legalább megtanulod az AD-AD mozgás és az egereddel közben a mozgás, szóval ez tényleg hasznos. És hogyha utána ilyen jók vagytok, akkor csináljátok oldalazva, tehát lehet sok mindent, meg hátrafelé is tudtam annó, de már most azt nem hiszem, hogy tudok. Szóval... Meh. So... Ja, gyakorlás, ennyi. Több tippem abszolút nincsen, nincs semmi titka. Időzítés, gyakorolni kell is. Ennyi. Remélem azért mondtam valakinek valami hasznosat. Nem hiszem mennyi volt ez hasznos. Kérdéseket kommentekbe, megpróbálok válaszolni rá, de ennél többet konkrétan én sem tudok segíteni, mert nincs titka. Ennyi. Na jó van, remélem hasznos volt. Szoszi.